azt gondolom, hogy egy ilyen színháznak sok rétű a felelőssége, meg a küldetése, ha így tetszik, és minden olyan dolognak az élére kell állnia, vagy lehetőséget kell adni, amely a társadalomért, a közösségért, a közösség, hogy is mondjam, hát állapotáért, életéért működik, vagy jön létre. És ez természetes, hogy a kultúra, meg az egészség, ugye a sport, ezek azért testvérek, meg hát úgy együtt vannak, és végülis az is kultúra, hogy az embernek az egészsége milyen, és avval, hogy bánik, és hogy foglalkozik. Úgyhogy természetes, hogy ha mondjuk a szívről, az agyról, a testünkről van szó, hát akkor az összefügg egyébként is a lelkünkkel, a szellemünkkel, tehát mi úgy érezzük, hogy ezek hazajönnek, ezek a dolgok hozzánk, ha itt vannak a mi épületünkben. Hát most nagyon keveset, annyira nem élek rá, illetve lehet az is pont, amiről itt a sajtótájékoztatón is beszéltem, hogy rosszul osztom be az időt, vagy nem tudom, hogy lehetne csinálni a 24 órából többet, vagy hogy lehetne, azt hiszem, hogy rosszul. Tehát ezért gondolom, hogy nekem is, magam számára is, és nyilván mindenkinek magán kell kezdeni a változást, valahogy ezt a tudatosságot, ezt a felépítést meg kell csinálni a reggeli fölkeléstől, csak ez tényleg egy nagyon nagy elszántság kell, hogy az ember mondjuk sporttal kezdje az életét, vagy de közben meg hogy, mikor reggel 8-kor már jönnek és tépik az ember máját. Tehát, hogy nehéz, de meg kell csinálni, mert akkor az lesz, amit sokszor hallunk, hogy 40-50 éves koráig tóta a szekeret, és utána földobta a talpait egy pillanat alatt. És hát én se szeretnék így, és persze abban hiszek, hogy ez nem is lesz így, mert a Jóisten majd vigyáz rám, meg nem tudom, vigyáznak rám emberek, de én magam tényleg keveset teszek most, és ezen remélem tudok majd változtatni. Nagyon szeretek focizni, én szeretek a természetben futni. Vizes ember nem nagyon vagyok, de a labdajátékokat, azokat általában szeretem, úgyhogy ha labdát látok, akkor már megyek. Nagyon vegyes ez a dolog, tehát amikor, hogy jó, hát most megláttam egy almát, megláttam három gyümölcsöt, akkor együk az, de amikor ott meghúzódik mellettem mondjuk egy csülök, vagy valami szörnysége, jó kis oldalas, vagy hát akkor nem tud. Én inkább azt szoktam, hogy akkor viszont tényleg valami mozgással ezeket elégetni, mert nyilván erre is van szüksége a szervezetnek, de hát sajnos ezeket a magyaros kajákat jobban szeretem. Inkább ilyen hiányérzetem van, amikor mondjuk csak gyümölcsöt eszem, vagy csak zöldséget, akkor úgy érzem, hogy jó, oké, de most akkor... A másik ez a kávézási dolog, hogy az is, hát több kávét iszom, mint kenyeret eszem. Tehát, vagy nem tudom, de többet iszom kávét, mint eszem. A vízfogyasztás, mert ezt sose tudtam, hogy liter, 3 liter vizet, vagy 2,5 meg kell inni, nem foglalkoztam vele. Most mondjuk megiszom, de akkor az újabb probléma az, hogy akkor hogy tudom a saját kis tárgyalásaimat lefolytatni, anélkül, hogy ne kell mindig elszaladnom ugye a élelmhelyre. Tehát ilyen kis dolgok, és azért beszélek ilyen profánul erről, mert nem akarom azt, hogy ez egy ilyen olyan dolog legyen, ami olyan elméletben van, és hogy hát velünk vannak emberek, akikkel ezen fogul elő, ez a római pápának is problémát jelent biztos. Ez a stressz egy kicsit divat szó is, a stressz, föl kellett szállnom a villamos, és 20-an álltak körülöttem, és hozzám ért valaki, olyan stresszes volt, stresszol, minden stressz, a horgászat is stressz, nem, amikor kapásom van, és na, szóval stressz. Nem tudok vele mit kezdeni. Hát igen, stressz. Tehát az, hogy az ember valamit csinál, hogy él a világban van, hogy jön egy tigris az erdőbe, igen, hát stresszes. De ez lehet, hogy azért az nem is baj, ha néha felugrik az emberbe az adrenalin, meg feszültség támad, és azt úgy nem lehet lejönni egy életet, hogy hát én nem akarok stresszet, nem is vállalok felelősséget, tudom, hogy nem csinálok semmit. Várom az élettől, hogy adja ide a dolgokat, és akkor majd el leszek én. Hagyjatok engem békén, jó? Én csak a fizetésemet kérem. Viszont, és hogy emeljétek is meg, stresszt nem szeretnék. Tehát így nem lehet élni. Tehát, és ezt a magyaroknak el kell gondolkozni, és tudjuk magukat tenni, és kezdjenek el jön egészségesen élni, és vállalni a stresszt is, és a felelősséget.